Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin, és Rejtő Jenőtől fogunk idézni, aki 1905-ben ezen a napon született, és hát annyira nehéz az ember dolga Rejtőtől idézni. Na de találtunk egy olyat, ami nekünk megfelelt itt reggel. Az idő pénz, de a pénz nem idő. Az idő legyőzhetetlen. És mert csak mondjuk, én teszem hozzá egy ergo, akkor a pénz legyőzhető? A pénz legyőzhető, az idő legyőzi. Tehát a nagy igazságok papír, kőpapíroló játékában az idő, azaz a duász. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A stúdióban pedig itt van vendégünk, Valkó Dávid, az OTP ingatlanpont vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak! És lakáspiaci trendek, illetve ingatlan tulajdon a témánk. Rögtön bele is megyünk abba, hogy amivel szeretnénk a beszélgetést kezdeni, hogy ugye hát elképesztő lakáspiaci boom van. Itt nyilván befektetési ingatlanokról is lehet beszélni ebben a nagy boomban, de nagyon sokan vásárolnak. Kérdés az, hogy létfeltétele az ingatlan tulajdon? Mi úgy tűnik magyarok, hogy e felé hajlunk? Nincs ebben változás. A 90-es évek óta mérik ezt Európa szerte, és mi dobogósak vagyunk az ingatlan tulajdonlás részarányában. Ha jól tudom, pár évvel ezelőtt nézte meg, Albánia előttünk van például, de 90%-a magyaroknak saját tulajdonú ingatlanban lakik. Ennek egyrészt történelmi okai vannak, ugye magántulajdon az nem volt annyira elterjedt nagyértékű magántulajdon 90-es évek előtt. Szerintem a magyarok fejébe ez él, hogy megvenni az első lakásomat, saját lakásban lakni, és onnantól felszuszanhatok, minden sínen lesz. Mert fedél van a fejem fölött. Bizony, bizony. Igen. Egy kis változás ebben azért látható a válság pozitív hozományaként, mert azért ez valójuk nem feltétlenül egészséges, ez a magas tulajdonosi részarány. Miért nem? Nem feltétlenül tudja mindenki fenntartani az ingatlanát, tehát külföldön azért jellemzőek különböző ingatlan szövetkezetek, akár önkormányzati, akár állami tulajdonban, az ő feladatuk karban tartani a lakást, jó állapotban tartani a lakást. Most, hogyha valaki lakást vesz, kifizet minden pénzét, onnantól törleszti a hitelét esetleg, és hó végére lenullázódik az a lakás, vagy sok ilyen lakás az amortizálódik. Tehát a lakás minőség nem feltétlenül függ össze a tulajdonlási részarányal, illetve ellentétes hatásra is lehet. És amit a válságban jött egy ilyen gondolat, vagy egy ilyen vonulat, az tovább élhet majd a következő évekre, is tekintve, hogy nem feltétlenül kell törekedni a saját tulajdonra, ha hitelt veszek fel, megégethetem magam, most ugye ellentétes a dolog, könnyű hitelt felvenni, és jó hitelek vannak, de főleg a fiatalok fejében szerintem van egy változás, hogy de tudod, mit hallok gyakorta, és ez a közvélekedés, ez pedig az, hogy ha én bérleti díjat fizetek, az megy más zsebébe, és abból nekem nem képződik hasznom. Viszont, hogyha hitelt veszek fel, és ennek a törlesztő részletét fizetem, akkor azáltal is én gyarapodom, hiszen előbb-utóbb majd lesz egy saját tulajdonom. Tehát ez a filozófia van sokak mentén, hogy dehogy fizetek én bérlakásért, hanem hitelt veszek fel, és a törlesztésbe fizetem kvázi magamnak. Igen. Egy idegen. A válságban azért tömegesen kényszer volt a bérlakásba költözés, nem mertek, nem akartak, nem tudtak hitelt felvenni az emberek. Most azért van egy ilyen szép, látványos kamat kedvezmény, vagy lefelé ívelő kamat mutatók, már ilyen hármas számjeggyel kezdődő hitelkamattal lehet felvenni lakáshiteleket. Ez azért vonzóvá teszi, és az emberek fejébe megnyugvást okoz, hogy vehetek fel bátran hitelt, és valóban, amit említesz, hogy saját zsebembe megy, enyém lesz a lakás. Illetve, hogyha azt látják az emberek, hogy felfelé mutatnak a lakásárak, később ez egy jó befektetés lesz mindenképpen. Igen, hát ugye ezt mondtam, hogy a jelenlegi lakáspiaci
tehát a lakás ingatlan piacnak a struktúrája, a szövete azért teljesen más, mint a, itt a hitelválság kirobbanásakor, ugye nagyon sok olyan valaki ül lakástulajdonban, aki befektetési ingatlant vásárolt. Tehát ugye itt elhangzott a műsorban korábban olyan vélekedés, vagy egy olyan kérdés inkább, hogy na jó, most mennek fölfele az árak, de mi történik, ha lesz még egy ilyen zuhanás, és akkor erre volt a válasz, hogy teljesen más a szövete ennek az egésznek most. Tehát jellemző, hogy albérletre, kiadásra, vagy egész egyszerűen csak arra, hogy befektetésnek legyen az ingatlan, vásárolnak. Tehát nem hittem a saját, tehát a saját tulajdon nem mint lakhatási tulajdon van. Igen, erre utaltam volna, hogy befektetésnek lehet venni, úgyis, hogy magamnak veszek, én lakom benne. Elmúlt években eszembe nem jutott, de aztán látom, hogy elindultak a lakásárak felfelé, hát akkor veszek magamnak, és várom azt, hogy még nagyobb hozammalt vagy haszonnal el tudom majd adni. Illetve van ez is, hogy én lakom valahol, még akár az is lehet, hogy én albérletben lakom, és úgy veszek befektetésnek lakást, és azt adom ki, tehát magasabb áron ki tudom adni. Én megszerettem azt a lakást, ahol lakom, jóba vagyok a főbérlővel, vagy akár nagyon keveset fizetek, mert baráti alapú díjat fizetek érte. Én viszont, hogyha veszek egy lakást... Többet keresek a saját többet, persze. Aha. Saját ismeretségi körömben is van ilyen. És van a klasszik, hogy lakom a saját tulajdoni lakásomban, és veszek megtakarításomból kiadási céllal lakást, aminek jó esetben mondom, most e felé mutat minden, hogy az ára is későbbiekben magasabb lesz. Ilyen formában is lesz hozamom, és havidíjat is kapok, életi díjat is. Innen folytatjuk a beszélgetést, lehet kérdezni Valkó Dávidtól, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjétől. Lakáspiaci trendekről, illetve ingatlan tulajdonlásról beszélgetünk. Volt egy kutatás, amit az OTP ingatlanpont végzett, illetve megbízásából készült. Kicsit majd belemegyünk ennek a statisztikáiba is. Zenélünk egyet, utána jövünk vissza.
Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli. Tovább megyünk Valkó Dáviddal, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjével. Itt a stúdióban ingatlanpiaci témákat boncolgatunk, és említettem, hogy volt az OTP ingatlanpontnak egy a megbízásából készült kutatása, amik a ingatlan vásárlással kapcsolatban tettetek fel kérdést, hogy miért vásárolnak. Nagyon érdekes adatok jöttek ki. Például más környezetre költözés, és akkor ez 25% mondta azt, hogy azért vesz új ingatlan. Tehát annyira erős ez a ingatlan tulajdonlás az emberekben, hogyha elköltözik, akkor azonnal 25% azt mondta, hogy akkor rögtön vásárol. Lehetne lovagolni, hogy a magyarok költöznek, jaj de jó, elkezdtek költözni, mert ebben is szerintem Európa végén kullogunk, illetve a tulajdonásban az elején, ebben pedig a végén, hogy évente a magyaroknak 3 lakásban laknak átlagosan, de pont a belső migrációval elsősorban a munkahelyek megtalálása miatt, vagy keresése miatt a válságban egy nagyon szép általában ilyen keletről nyugatra való vándorlás indult el. És hogyha nem feltétlenül biztosítja a cég, ahova megyek, hogy lakást ad nekem, és azt mondjuk csak juttatásként kapom, vagy a bérlakáspiac olyan telített, hogy nem találok megfelelő lakást, vagy tényleg hosszú távra tervezek, és van is pénzem, akkor megérte az elmúlt időszakban bőven Moson-Magyaróváron, Győrben, Sopronban lakást vásárolni. Hát igen, amiket említettél, talán azok a városok, ahol volt ingatlanpiaci boom, de azért nagyon sok helyen látjuk, hogy Budapest és ezek a párhúzó városon kívül azért nem következett be akkora áremelkedés. Tehát nekem ez meglepő, hogy 25% ezt mondja, mert itt lenne pont kiemelt szerepe mondjuk az albérletnek. Áremelkedés valóban, említetted, az olló nyílik, ez szomorú hír. Budapest nagyvárosok áremelkedése töretlen, ugyanakkor jó esetben csak stagnálnak a kisebb városok, illetve falvak, ahol csökkenést látunk. Ez az elmúlt évek trendje is, és még inkább az árolló, a perspektíva, hogy valaki lakást tudjon venni, és az építkezések is csak ezeket a nagyvárosokat célozzák, a társasház építések. Tehát tényleg van egy szakadás a piacon. Amit így összességében mondunk, hogy boom meg lakássár emelkedés, az a nagy átlagban igaz, mert a nagy forgalom ott van, ahol ez történik tényleg. De aki egy kis faluból hallja ezeket, az nyilván nem adő. Én mondjuk most rögtön kapjuk a kritikát is szerintem SMS-ben, amikor azt az albérletet mondtam, hogy az albérlet árak brutálisan emelkedik. Az albérlet árak nagyobb mértékben emelkedtek, mint a lakásárak. Igen. Így van. Ez volt az elmúlt években. Az albérlet árak ugyanakkor nagyjából 1-2 évvel ezelőtt megálltak, és nem csökkennek, de stagnálnak. Ugyanakkor a lakásárak még emelkednek. Éppen ezért mondjuk befektetési céllal, mondjuk ezt, hogy nagyon sokan vesznek befektetési céllal lakást, bár még bőven versenyképes, bármilyen bankbetétnél, állampapírnál jóval kevésbé kockázatos mondjuk, mint a tőzsde, de kisebb hozammal kecsegtet most. Már is ez a kis hozam, ez könnyűszerrel elérhető 5-6%-os teljesen tiszta adózás, amortizáció, minden költség utáni hozam, de ez mondjuk 7-8-ról csökkent le. Önkormányzati rakás, ugye azt mondtad, hogy hát ugye például ez egy hátulütője, hogy mindenki a saját várában él, hogy a lakások állaga leromlik, mert ugye nehéz egy lakóközösséget összefogni, mondjuk egy régi belvárosi bérháznak a felújítás az elég húzós tud lenni. És akkor itt is jött az ellenpélda, a önkormányzati lakás rossz bejárati kaput 1,5 év után cseréltek rá, az új kapu nem lesz nyitható kaputelefonnal, kulcsot 3 hónapja nem kaptunk, és ez nem kirívó eset, mindent így intéz az önkormányzati vagyonkezelő, így béreljek-e telefon. Hát persze van erre is, mindenre van másik példa. Tehát van olyan, hogy amikor fel tud egy lakóközösség újítani egy belvárosi régi bérházat. Erre is van. Meg arra is van, hogy az állami, meg önkormányzati bérlakásokat igenis karban tartják, meg odafigyelnek. Hát a nyugatra tekintünk, a Hollandia szokott egy nagyon szép példa lenni, ahol tényleg lakásszövetkezetek nagyon szépen karbantartott, építkeznek is, építenek is, nekik is jó befektetés. Tehát inkább nyugatra kacsintva lehet ezt mondani, ezt az általánosságot, hogy nem feltétlenül múlik a lakás tulajdonon az lakásállomány minősége. Mi van az állami bérlakásokkal, mert András kételkedik, tömegesen vannak állami bérlakások, amit karban is tartanak, ejha. Nyugaton igen, Magyarországon. Ja, te most ezt nyugatra mondtad, igen, ugye az állami bérlakás program egy fontos
lába az ingatlan piacnak, ami jelen pillanatban hiányzik, mert hogy nincs ilyen állami. Nincs ilyen, önkormányzatok építenek, például a 13. kerületben szokott néhány tömb pár évente megjelenni százas nagyságrendben, ugyanakkor nagyon kevés. Országosan tényleg százas nagyságrend évente hány önkormányzati bérlakás épül. Itt a hozamokkal kapcsolatban felmerül az, hogy azért nem mindegy, hogyan gondolkodunk. Ugye például ingatlanvásárlás ugye később egy nagyobb ingatlanra váltásnál, amit meg is jelöltek 24%, az komoly önerőt jelenthet. Tehát, hogyha így gondolkodunk, akkor lehet, hogy kisebb hozamot biztosít, viszont egy komoly önerőt tényező a következő lakásra váltásnál. Igen, hogyha mondjuk egy kis lakást megvásárolunk a félretett pénzünkből, amennyit meg tudunk takarítani, és most itt mondjuk vidéki városban, panel esetében akár ilyen 5-10 millió forint között beszélhetünk, az később élethelyzetben, következő évek bérleti díját félrerakva, és a lakásáremelkedése most teljesen egyértelműen kalkulálva, az egy nagyon kis önerő, ahhoz, hogy tovább lépünk egy nagyobb lakásba. Van-e még kérdés? Van ám. Na, hát akkor gyorsan. Az albérletekre is kitalálhatnak valami szabvány, mint az ISO, és ez szerint lehetne árazni őket. Egyébként őrület, hogy lepukkant sötét garzon 70 ezerbe kerül Pesten. Én is albérletkeresőben voltam az elmúlt időszakban, hasonló tapasztalataim vannak. Tehát csak azért, mert X kerület, azt gondolják az emberek, hogy az 150 ezer, vagy 100 ezer. És, hogy mondjam, ugyanabban az árban van beárazva. András, de te olvastad a szövegét? A fantáziát megmozgató terekkel rendelkezik. Most elnézést, nem akarok morbid lenni. Van olyan lakás, ami ugyanúgy, mit most hasonlítok, 170 ezer forint, ami fel van újítva, tényleg a bérlő igényeire van alakítva, meg egy olyan, ahonnan már kis túlzással az elhalt nagyszülőknek a személyes holmiait vitték ki, de egyébként bútor minden benne van, 30 éve nem volt felújítva, és mindegyikért ugyanannyit kérnek. Az egyik valószínűleg Budapest peremén van, a másik meg a központban, ahol mondjuk külföldi... Nem, ugyanabban a kerületben is van. Egymástól nem tudom. Jó van, András. Néhány kilométer. Tényleg tapasztaltam ilyet, azért mondom. Itt az elmúlt időszakban ugye rengetegszer lehetett hallani, olvasni ezt az Airbnb dolgot, őrületeset lehet szakítani vele, egekben az ingatlan, vagy a bérleti díjak, ez mondjuk szűk területet érintett csak, Budára, Belbuda, Nagykörúton belüli részre, illetve Pesti belvárosra korlátozódott. Egészen biztosan nagyon sokan gondolták ezt, hogy na, ők is megpróbálkoznak. A lakások árazásával is teljesen furcsaságokat lehet tapasztalni most. Pont ezért, mert az emberek ezt hallják, hogy hihetetlen szárnyalásban van a piac, mindenki bepróbálkozik egy magas árral, egy magas bérleti díjjal, aztán igazából lehet, hogy... Majd a piac elintézi. A piac elintézi, de lehet, hogy erre is lesz kereslet. Lehet, hogy lesz kereslet. Valakinek ronda a lakás, csúnya a lepukkant nagymama bútoraival, de mondjuk egy szép kertre néz, és valaki abba szeret bele. Működnek ezek az érzelmi motivációk. Mind a lehet, hogy ezért nem lehet izószabványosítani. Hát valószínűleg ezért persze, mert kinek mindenki másnak... Mindenkinek más van a fejébe arról, hogy milyen lakás szeretne, mi a fontos benne. Gondolom jön még kérdés, de az időnk elfogyott sajnos, úgyhogy itt be is kell fejeznünk. Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a kívást. Valkó Dávid, az OTP ingatlan.hu vezető elemzője volt itt velünk. Hamarosan jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, még egy játékra van időnk.